Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Hát péntek, szombat, vasárnap nem fogunk unatkozni ezen a hétvégén sem. És hát a Zsolt utcai templomban és közösségi házban pedig programkavalkáddal várják majd az érdeklődőket, hiszen Krisztus királynapok lesznek 2017-ben is. Mindenről beszélgetünk Zemlényi Katicával. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Nos, hát most ennek a programnak már ugye mondhatjuk azt, hogy több éves hagyománya van, hiszen rendszeresen ez időtájéken ilyen színes fergeteggel készültek a székesfehérváriaknak. Mikor indult maga a kezdeményezés, és mi volt az apropó? Immár 12. éve rendezzük meg a Krisztus Király napokat. Szépen csöndben indult ez a dolog, mert úgy gondoltuk, hogy a templom búcsunkhoz kapcsolódva sok minden egyebet is lehetne csinálni, ami nem csak az odajáró híveknek lehet érdekes, hanem a város résznek, sőt magának az egész városnak, Székesfehérvárnak is, és úgy gondoltuk, hogy összekötjük ezt az egyházi ünnepet kulturális programokkal. Mi a tapasztalat? Mennyire érdeklődik a közösség az esemény iránt? Mennyire sikerült mondjuk a nem híveket bevonni ebbe a programba? Hiszen gondolom, hogy ez is egy nem titkolt cél volt. Így van. Hál' Istennek 2006 óta működik a közösségi házunk, úgyhogy az is már 11 éve, hogy készen van, és rendszeres programokat tartunk ott. És hát nyilván ez a célunk, hogy becsalogassunk olyanokat is, akik esetleg a templomba nem járnak, vagy nem járnak szentmisére. Ez megvan, ez a célunk, ez a vágyunk, és hát az a tapasztalatunk, hogy bizony szívesen eljönnek, hiszen itt a közösségi házban tartjuk a közélet és kulturális szalonunkat, ami nagyon nagy érdeklődésre tart számot, és nagyon sokan jönnek minden alkalommal, de kisebb hangversenyeket is tartunk itt, és festménykiállításokat, fotókiállításokat, kis plasztikai kiállításokat, sőt egészségügyi rendezvényeket, előadásokat is tartunk. Tartottunk már mezőgazdasági gondokkal foglalkozó előadásokat is, és mindig meghívunk olyan szakembereket, borszakértőket, például bornapok is voltak már hosszú éveken keresztül, akik egy kicsit izgalmasá, érdekessé teszik ezt, és ezek az előadások, ezek a programok becsalogatják a nem hívőket is. Természetesen, akiket ugyanolyan nagy örömmel fogadunk. Most, hogyha itt nézem az elkövetkező három napnak a programját, akkor gyakorlatilag én azt látom, hogy amiket itt felsoroltál, hogy mik szoktak lenni, az most ebben a három napban be is lesz sűrítve. Igen, gyakorlatilag mondhatni, hogy holnap kezdődik, de valójában már ma kezdődik a Krisztus királynapok, hiszen van nekünk a Lehel út, Kisteleki út, Budai út sarkán egy nagyon szép keresztünk, és valahogy ezzel indul mindig a Krisztus Király napok, hogy ezt megtisztítjuk, megtakarítjuk, és akkor holnapra már nagyon szép lesz az egész. Holnap pedig pénteken ehhez a kereszthez zarándoklunk el, gyerekekkel, felnőttekkel egy nagyon szép gyertyás körmenetet tartunk, ott a keresztnél imádkozunk, énekelünk, és hát a háborúban elhunyt hősökre különösen is fogunk az idén emlékezni, tehát ez a kereszt értük is állítatott, úgyhogy ez egy nagyon fontos számunkra, hogy megemlékezzünk róluk, és hát utána pedig kezdődik Halmai Tivadarnak a festménykiállítása. Azért részleteket áruljunk el, mert amikor én beszéltem a festőművésszel, akkor nekem felcsigázta az érdeklődésemet, hogy ez egy igazán különleges és valami monumentális dolog lesz. Igen, valóban, amellett, hogy Székesfehérvár belvárosának különböző részleteit hihetetlen aprólékossággal festette meg a festő. Azon kívül lesz most egy nagyon nagy különlegesség, egy hatalmas méretű festmény, ami nem is fért el a falon, hanem a kis színpadunkon lesz kiállítva, állványokra tettük fel, mert egy állványra fel sem fér. Ez pedig a Szent István Bazilikának, a Székesfehérvári Bazilikának a megfestése az eredeti tervek és az eredeti állapot alapján Halmai Tivadar festőművész úrnak Siklósi Gyula régész segített ebben, hogy feltárják az eredetit, és hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Én már láttam a képet, kint van, és hát igazából mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el, nézze meg,
mert egy különlegesség, tehát nem is tudjuk, hogy ez valóban így nézett ki, ez a székesfehérvári bazilika, és hát itt minden részletre kiterjedően tényleg mondhatom, hogy ez egy olyan különlegesség színeiben, megformálásában is, hogy lenyűgöző. Kicsit egy ilyen történelmi időutazás is, mintha ott megállhatna az ember, nem? Aztán, hogyha már a kulturális programoknál tartunk, akkor a legkisebbekkel is fogtok majd foglalkozni, de az egy kicsit azért családi program is lesz, nem a szombat délelőtt, mondhatjuk így. Szombat délelőtt mindig egy kézműves foglalkozást tartunk a gyerekeknek, és hát ide is nem csak a hittanosainkat várjuk, hanem bárkit, szoktak jönni testvérek, és a család is el szokott jönni, mert ezzel is készülünk a Krisztus Király napokra, rajzversenyt tartunk, akkor különböző kézműves formákat készítünk, de már adventre is előkészülünk, úgyhogy már bizonyos kis koszorúcskák és mézeskalás sütés is lesz, úgyhogy ezt nagyon szeretik a gyerekek, és ez ilyenkor, amikor tényleg befűtjük ezt a közösségi házat, és ott jó meleg van, ég a gyertya, akkor nagyon jó ott lenni, nagyon jó ott egy kicsit teázni a felnőtteknek, beszélgetni, amíg a gyerekek játszanak, vagy éppen ezeket a kis koszorúkat készítik, vagy beszélgetünk az ünnepről, úgyhogy ez egy nagyon családi és nagyon meghitt program lesz szombat délelőtt. Ide mondjuk csak a városrészben élőket várják, vagy a fehérváriakat is. Bárki jöhet. Székesfehérvár egész területéről bárkit szívesen látunk. Szoktak is jönni egyébként, mert nagyon érdekes program szokott lenni a gyerekeknek. És ilyenkor november végén nem nagyon van még ilyen kézműves foglalkozás. Adventben már több helyen, de talán nálunk van az első, ami felkészít az adventre. Aztán természetesen a másik fontos pont, 60 éves jubileum ünnepség is lesz szintén szombaton. Hát ez a szívünknek egy nagyon különlegesség, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus elődje, a Krisztus Király templom kórusa 1957-ben alakult, illetve most egy kicsit én utána bányáztam a pontos történetnek, és már 1956 karácsonyán énekeltek. De mivel 1945-ben alakult az egyházközség, egy-két feljegyzés már van, hogy 45-ben is voltak már, akik összeálltak, és időről időre találkoztak, és énekeltek együtt. Úgyhogy hát talán Székesfehérvárnak az egyik legrégebbi egyházi kórusa a miénk, és hát mi az elődeinkre nagyon nagy tisztelettel tekintünk, hiszen ahogy olvastam az ő történetüket, ők hasonlót csináltak, mint amit most a Vox Mirabilis kamarakórus is, hogy nem csak kórus, hanem egy nagyon összetartó csapat, nagyon összefogtak mindenén, részt vettek az egyházközség munkájában, életében, mint ahogy mi is most ezt csináljuk. Hány tagja van most a kórusnak, illetve milyen hagyományok mentén dolgoztok? Most jelenleg 28 tagúak vagyunk, ugye kamarakórus vagyunk, és a kamarakórus az 30 főig tud elmenni, tehát nem is szeretném, hogyha többen lennénk. Egyrészt a templomunkhoz azért ez jobban illik egy kamarakórus, másrészt úgy gondolom, hogy egy 28-30 fővel nagyon sok mindent ugyanúgy meg lehet csinálni, énekelni, ugyanúgy lehet szép koncerteket adni, ugyanúgy fel lehet készülni mindenre, és meg tudjuk valósítani a programjainkat. Természetesen a régi hagyományokat is folytatjuk, tehát a templomnak a nagy ünnepein ott vagyunk, részt veszünk, énekelünk. Egy évben 4-5 alkalommal van ilyen, és hát ugye a kiskórus, a Vox Angelorum, a gyerekkórus, az meg a többi alkalommal van ott, úgyhogy kiegészítjük egymást. Van érdeklődés, van utánpótlás egyébként, vagy ilyen utánpótlás jelöltek? Van. Én talán több is, mint amennyien tudnánk lenni a Vox Mirabilis kamarakórusban. Nagyon sokan érdeklődnek az igazán komoly elkötelezett kórusmuzsika iránt, úgyhogy én nem panaszkodhatom. A férfi tagok is nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon ügyesek, és nagyon jók, és a hölgyek is, és rendkívül elkötelezettek, és mondom, nem csak a zenében elkötelezettek, hanem egymás iránt is elkötelezettek, segítik egymást, de például a templom kertet is nagyon gyakran együtt tesszük szebbé, vagy a közösségi házat is közösen takarítjuk, vagy tehát mindenfélében részt veszünk, hiszen ide tartozunk. Mondhatjuk, hogy egy nagy család akkor, nem? Igen, ez egy nagy család, hiszen itt házasságok is kötettek már, keresztülők egymásnak, vagy bármilyen egyéb ünnepségekre
közösen járnak, jó barátok, és hát a sportot sem kell kihagyni, mert együtt sportolnak, például rendszeresen a Velencei tó körül bicikliznek, 10-15-en egyszerre a kórusból, és hát ez nagyon jó. Hogy sikerül összehangolni egyébként a munkát, a családi életet és a kórust? Mert hát ugye említetted, hogy nagy elkötelezettség van a tagok részéről, ami azt gondolom, hogy kell is, hogy egy professzionális teljesítményt nyújtsanak, mint amilyet ugye nyújt a Vox Mirabilis, ugyanakkor mégsem professzionális kórus, hiszen itt nem főállásról beszélhetünk, hanem ez tényleg ilyen szívből fakadó örömének. Én azt hiszem, hogy itt az elkötelezettség az, ami a kulcs szó. Az elkötelezettség a kórusmuzsika iránt és egymás iránt. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy mindenki érzi a felelősséget egymás iránt, és ha érzi azt, hogy neki a szólamában teljesíteni kell, és ő ugyanolyan fontos, mint a másik 5 vagy 6 ember abban a szólamban, akkor megteszi mindazt, amit ő megtehet. És valóban ugye amatőr kórus vagyunk, de hát időnként már olyan komoly kihívásoknak kell megfelelnünk, és hát látjuk magunk előtt azokat a nagy-nagy magyarországi kórusokat, akik tényleg hihetetlen szintre eljutnak, és ők a példaképeink, hogy mindenki nagyon igyekszik megtenni azt, ami az ő kötelessége, aki vállalja, hogy ebben a kórusban énekel. És aki vállalja, az egyben vállalja azt, hogy nagyon komolyan gyakorol, akár otthon is, és ott van a kóruspróbákon, és ott van minden szereplésen. Ebből a komoly munkából kaphatnak ízelítők majd szombaton az érdeklődők. Mire számítsunk? Szombaton délután 4 órakor találkozunk a templomban, és ide meghívtuk a régi kórustagokat, és hál' Istennek nagyon nagy örömmel jönnek el azok, akik korábban énekeltek, most már nem, bármilyen egyéb okból kifolyólag, munkából, vagy mondjuk például Budapestre kerültek, és már nem tudnak részt venni a kóruspróbákon, vagy családi okból, és mi jönnek, és előveszünk néhány régi kórusművet, megkérdeztem őket, hogy mit szeretnék énekelni, és hát nagyon, nagyon sok művet felsoroltak, ezeket fogjuk közösen elpróbálni, elénekelni, és hát tartunk egy komoly megemlékezést, hogy mi történt az elmúlt 60 évben, a kezdetektől kezdve, nagyon érdekes, mert van még egy olyan néni, aki emlékszik az első időkre, és hát nekem ez egy különlegesség felidézni fotókkal, az ő mesélésével, egészen a mai időkig fogunk eljutni, úgyhogy ez egy különleges megemlékezés lesz, és igazából én itt az elmúlt 60 évre szeretnék visszatekinteni, nem a mostani elmúlt pár évre, és tényleg szeretném azokat a kórustagokat megszólítani, akik régebben ott énekeltek, és hát 2 héttel ezelőtt vettük fel a CD-nket, abból is meg fogunk szólaltatni néhány kórusművet. Akkor mondhatjuk, hogy szombaton a gyerekeké és a zené lesz a főszerep. Valamint lesz egy vendégünk Gyergyó Szent Miklósról, a Domokos Pál Péter dalkör, ők egy női kar, és hasonló elkötelezettséggel vannak az egyházi zene és a világi zene iránt is, úgyhogy lesznek közös kórusműveink is, úgyhogy nagyon nagy örömmel várjuk őket, holnap már érkeznek. Vasárnap mivel zárul majd a sorozat, a rendezvénysorozat? Vasárnap 9-kor lesz az ünnepi szentmisénk, immár az új plébánosunk Tornyai Gábor atya fogja celebrálni ezt az ünnepi misét, ahol nyilván Krisztus királyról megemlékezünk, az alapítóinkról, Berkényi Lajos atyáról, aki ezt az egész egyházközséget létrehozta róla, és hát itt nyilván a gyergyói kórus is, mi is énekelni fogunk, tehát egy szép ünnepi szentmise lesz. Ezen kívül még a Krisztus király díjat is átadjuk, ami úgynevezett unum sumus díj, egyek vagyunk, ezt jelenti, és ezt mindig az egyházközségünkből egy példás életű valaki kapja, amit nem árulunk el előre, majd csak ott, aki tényleg megérdemli, és az idén egy olyan valaki fogja megkapni, aki hosszú-hosszú évek óta elkötelezetten szolgál itt az egyházközségben, a templomban, és példaértékű az élete, a családja, és nagyon örülünk, hogy sikerül neki átadni ezt a díjat, és hát nagyon várjuk már ezt, és lesz egy vendégfogadás természetesen, amire mindenkit hívunk, hogy együtt emlékezzünk, és együtt örüljünk ennek a szép 3 napnak. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy kicsit ízelítőt adtál mindabból, amit a Krisztus király napok keretében várja majd a fehérváriakat, és sok sikert szeretnék kívánni nektek ehhez a rendezvényhez.
Köszönjük szépen! Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel legközelebb hétfőn jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, holnap pedig a köztérben kéklámpások, Novák Rita várja majd önöket itt ebben a műsorságban, és hogyha tehetik, akkor tehát péntektől figyeljék és látogassák a Királynapok, Krisztus Királynapok programjait. Köszönöm, hogy itt voltak!